Az egész reggel négykor kezdődött. Amikor kérdezem Viktortól, hogy hány óra van még innen a fürdőből, mert hogy elfolyt a magzatvíz. De hát 10 óra 5 percre bekerültem a szülőszobába. Megszületett pici fiacskánk 10 óra 19 perckor, Bende. Én mindig két gyereket szerettem volna, főleg mivel egyke vagyok, és másrészt meg mivel külföldön élünk Japánban, nagyon messze a családtagjainktól, ezért ez megerősített minket benne, hogy Misikének legyen egy kis tesója. Azt, hogy újra babát várunk, egyébként pont a nyaralásunk alatt tudtuk meg, és ez az egészet annyira feldobta mindhármunknak és mivel ez a második babánk, ezért sokkal előbb látszódott a hasam, hogy babát várok, és érdekes módon sokkal nagyobb is volt, mint Misikével előtte az első terhességem alatt. Ennél a terhességnél is amúgy majdnem szinte végig dolgoztam az utolsó egy hónap kivételével, amikor kijött Viktor anyukája, és nagyon sokat segített nekünk a házi munkába, a gyerekfigyelésre, vigyázásra, és ez eléggé megkönnyítette ezt az utolsó egy hónapot. Annak ellenére, hogy ebben az utolsó időszakban, ebben az egy hónapban nem dolgoztam, rengeteget mentünk, kirándultunk, város néztünk együtt a családdal, és főleg azért, hogy kicsi babánk gyorsabban kijöjjön a kelleténél, mert eléggé nagy volt a hasam, és elég nehéz volt a végén már vele. Mivel az első gyerekünk Misi eléggé hamar jött hozzánk a 38. hét 6. napján, ezért gondoltam, hogy a tesó is azért eléggé sietős lesz, de kiderült, hogy annyira nem. Április 29-ére voltam kiírva, és a kistesó úgy döntött, hogy 28-án érkezik meg hozzánk, tehát a kiért nap előtt egy nappal. Eléggé tartottam amúgy a szüléstől, mert már tudtam, hogy mire számíthatok, és hogy mennyire fog fájni. Ugye a kérdés az volt, hogy mennyi ideig fog fájni. De arról csináltam amúgy az előző szülésemről egy videót, a szülés történetemről, úgyhogy ha akarjátok, akkor nézzétek meg. Az egész reggel négykor kezdődött, amikor is éreztem az ágyban, hogy mm, picit fáj a hasam, de nem vészes, de lehet, hogy ez már az. Uh, igazából próbáltam visszaaludni, mert tudtam, hogy amennyit tudok, pihennem kell, aludni kell, és ezt így még egy óráig tudtam bírni uh, reggel ötig. Akkor kijöttem a nappaliba, mert kim volt Viktor is, ő már korábban felébredt. Megreggeliztünk együtt, kicsit beszélgettünk együtt, és akkor is éreztem, hogy így hát, hogy vannak fájások, de nem tudtam, nem voltam benne biztos, hogy ez most tényleg az-e a biztonság kedvéért bepakoltunk minden maradékot a kórházi táskámba, és elmentem fürdeni olyan reggel hét körül. Kérdezem Viktortól, hogy hány óra van még innen a fürdőből, mert hogy elfolyt a magzatvíz bent a fürdőbe a lehető legjobb helyen. <laughs> Kiderült, hogy 7 óra 19 volt ez az idő, úgyhogy gyorsan végeztem, kijöttem, hívtuk a kórházat, hogy hát ez történt. Mondták, hogy oké, okay, akkor azonnal jöjjek be, és 8 óra 45-kor megérkeztünk a kórházba. Sajnos itt még Japánban öm, elég szigorúak ezek a 2019-es tudjuk mi szabályok. Úgyhogy mikor beértem a kórházba, Viktor haza kellett küldeni, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani ugye a szülés, és nem lehetett ott egész végig velem. Ekkor amúgy ilyen 4-5 percenként voltak fájásaim, de annyira nem volt vészes, tehát tudtam kicsit mozogni, és tudtam kicsit beszélni is, és kilenckor megvizsgálta a doki, aki mondta, hogy már 4 centire ki vagyok tágulva, és így teljesen le voltam sokkolódva én is, ő is, és a nővérkék is, hogy mennyire jól bírom, mert hát ugye az előzőnél nem így volt. <laughs> Fölmentem a nővérkékkel az emeletre, ahol kiválaszthattam, hogy melyik szoba legyen az enyém. Kettő volt amúgy szabad, és az egyik egy kisebb szoba volt, egy egyágyas szoba, mindegyik amúgy privát szoba ebben a kórházban. Szóval ez a szoba, ez egy kisebb szoba volt, és járt hozzá egy WC is. A másik szoba az ugyanaz volt, mint amit a Misikével, ahol voltam. Ez egy kétágyas szoba, ahol egy anyuka és egy hozzátartozó aludhat ott, külön fürdőszobával és WC-vel. Viszont mivel a 2019-es szigorú szabályok életben vannak, ezért felesleges lett volna a nagyobb szobát választani, úgyse aludhatott bent velem senki, ezért inkább a kisebb szobát választottam. 9 óra 20 körül rám rakták a baba szív monitort, és még üzenetezgettem Viktorral, hogy á, ott van hagytam a kulacsom, á, ott van hagytam a hosszú töltőkábelt, hozza már be, hogyha majd jön. Erre ilyen fél körül már éreztem, hogy nem tudok beszélni, nem tudok mozogni, a fájásaim közben már elég erősek, úgyhogy hívtam őt, hogy mm, oké, okay, most azonnal gyere be, és mint utólag kiderült, körülbelül 10 percet volt itthon Viktor, utána vissza kellett jönnie, mert hívtam. 9 óra 45-re már vissza is ért a kórházba. Én nem tudom, hogy hogy, de nagyon gyors volt. Viszont akkor már annyira erősödtek a fájások, hogy így semmit nem tudtam csinálni. És körülbelül ilyen 9-kor jöttek a nővérkék, hogy hát, hogy látjuk, hogy már erősödnek a fájások, akkor menjünk át igazából a szülőszobába. Én meg gondoltam, hogy jól van, de hát innen nem tudok fölkelni. Fölkeltem, és abban a pillanatban így csss, még jobban elöntött a magzat víz gondolták, hogy oké, oké, ha nem tudok menni, akkor hoznak egy tolókocsit. Gondoltam, hogy jól van, oké, oké, akkor majd áttolnak. Behozták a tolókocsit, de abban a pillanatban nem tudom, valami így az agyamban váltott valami, hogy engem bele nem fognak rakni a tolókocsiba, mert hogyha ott fájás jön rám, akkor én ott helyben fogok, így nem tudom megpusztulni, vagy a fene tudja. Úgyhogy, ahogy megláttam a tolókocsit, feláltam és így csú elkezdtem amennyire tudtam gyorsan oda szaladni a szülőszobához. Természetesen pont az ajtónál jött rám a fájás, és még milyen jó, hogy nem ültem bele a tolókocsiba, mert ülve én azt ki nem bírom. Viktor elkapott, és akkor ott azt a időszakot adszott, úgy együtt próbáltuk túlélni. 10 óra 5 percre kerültem be a szülőszobába, és ezt elfelejtettem mondani amúgy, hogy ez a kórház a gyógyszer és a beavatkozás mentes szülést támogatja, úgyhogy nulla fájdalomcsillapítóval csináltam ugye mindkét szülésemet végig. Tehát 10 óra 5 percre bekerültem a szülőszobába. Ide sajnos Viktor nem jöhetett be velem, mint előzőleg, ugye a tudjuk mi szabályok miatt. Úgyhogy fölhívták őt videócseten, és volt ott egy kis álvány, oda lerakták a telefont, és azon keresztül látta, hogy mi történik a fejemmel, csak a fejemet látta, más nem. Egyből elkezdhettem nyomni, és szerencsére, három nyomásból megszületett pici fiacskánk 10 óra 19 perckor, bende 3274 grammal és 50 centivel kereken. Miután letisztogatták és lemérték bendét, odaadták a karomba, kicsit ott együtt töltöttünk egy pici időt, Viktorral is beszéltünk közbe, és aztán kivitték hozzá megmutatni neki is. Közben az orvos mondta, hogy nem kellett vágni engem, de picikét szakadtam, úgyhogy össze kellett varni viszont. Amíg Bende Kim volt Viktorral, addig nekem bekötötték az infúziót, és az két, óra, két óráig tartott, mire lecsöpögött. Addig behozták a telefonomat, körbe telefonáltam, meg körbe üzenetezgettem a családot és a barátaimat és mikor lejárt, kivittek engem is Viktorhoz és a babához. Még mindig számomra amúgy annyira hihetetlen, hogy ez az egész három óra alatt zajlott le, tehát így tényleg az, az előző szülésemhez képest ez egy ilyen abszolút uh, mintaszülés, vagy nem tudom, álomszülés, hogy olyan gyorsan történtek az események, hogy felfogni se volt időm. Viszont Viktornak sajnos nem tudott benn lenni olyan sokáig, haza kellett mennie, mert Misike is és az anyukája is itthon vár. Őt. Úgyhogy én maradtam bent a kórházba, és ők meg hazajöttek, együtt mentek játszóterezni, meg jól érezték magukat. És addig, amíg ők elvoltak, addig én megkaptam az első kórházi ebédemet, amit már nagyon vártam, ugyanis itt, ebben a kórházban olyan finom minden, de tényleg reggeli, ebéd, vacsora, ja is van egy ilyen kis tea, te idő, vagy nem is tudom, amikor egy kis édességet, kis sütikét adnak egy teával. Na, azok annyira finomak tényleg olyan, mint valami éttermi fogás. Ezért vártam a legjobban amúgy ezt a kórházat, hogy bemenjek szülni. Itt ebben a kórházban amúgy az a szabály, hogy hat napig bent kell lenni második vagy több gyerekes anyukának, és amikor első szülött kisbabával vagy, akkor hét napig. Ez alatt a hét napon keresztül tudsz pihenni egy picit, mert a nővérek 0-24 tudnak akár vigyázni a babára, vagy akár bent lehet veled a baba egész végig. Megtanítják, hogy hogy kell fürdetni, megtanítják az öltöztetést, pelen Kánkázást. Ugye én már azt elviákben tudtam, gyakorlatilag viszont elfelejtettem, mert hát ugye misike négy éves, már négy éve nem kellett ilyen babás dolgokat csinálnom. Úgyhogy ugyanúgy elmentem én is megnézni, hogy kell megfürdetni, hogy kell ezt aztam azt a most csinálni, és akkor így visszajött, hogy, ó, oh, oké, okay, tényleg ezt így én is tudom. <laughs> Bende amúgy egész sokat ben volt velem, tényleg kb. csak akkor küldtem oda a nővérkékhez, vagy akkor vittem vissza, amikor uh, zuhanyoztam. De tudtam, hogy Misinél sajnos annyira nem voltam testiekben jól, mint Bende után. Bende után úgy éreztem magam, mint aki nem tudom, letolott volna egy, egy durva edzés. Tehát oké, okay, fáradt voltam, oké, okay, fájt fájtítottam ott, de, de nem éreztem magam annyira padlón, mint Misi után. Misi után tényleg az így az az egész erőmet kivette. Itt viszont bendével, mint hogyha, mint hogyha így kicseréltek volna. Tehát uh, alig voltam fáradt, mert egész éjszaka aludtam, ugye vele három órán keresztül tartott ez az egész, és, és azért mászkálni is tudtam picikét. Az ötödik nap, mikor megvizsgált az orvos, mondta, hogy minden rendben van, úgyhogy következő nap, a hatodik napon hazamehetek. Viktor jött értem, összepakoltam, akkor Bendét is felöltöztettük ebben a kis hazajövő szürke aranyos felhős ruhácskájába, ami ugyanaz amúgy, mint amiben Misi jött haza. Becsöngettünk, és már az ajtóban ott várt Viktor anyukája, meg Misike. Először egyedül mentem be, hogy ne legyen nagy sok élmény az, hogy ott van anya, illetve ammának hív, úgyhogy ott van amma, és ott van a kezében a kisöcsi, aki előtte a hasában volt. Úgyhogy ö, én mentem be egyedül, megöleltem, kicsit beszélgettem vele, mondtam, hogy hazahoztuk a bendét is, és hogy kíváncsi erre. Bejöttünk aztán együtt bendével, és misike? Hát én ilyet nem láttam, nagyon-nagyon aranyos volt, képzeljétek el, hogy mindenhova odament, megmutatta, hogy bende, ez az ágyad bende, ez a nappali bende, és mindenhova oda ment, és megmutatta neki, hogy ez, ez, ez az, tessék de nézed, nézed, mert ez a, mit tudom én, mi a játék. <laughs> Úgyhogy leültünk ide a nappaliba, picit a kezébe adtuk, persze fogtuk rendesen bendét, nehogy ugye elejtse. Mindenki kicsit megszeretgette, csináltunk sok közös képet, és ezzel elkezdődött a négy tagú családunk első napja itthon. Amúgy bende egy, tényleg egy annyira jó kisbaba, nagyon boldog, keveset sír, vagy ha se sír is, akkor is hát nagyjából úgy észre tudom venni, hogy mi a gondja. Misi is tényleg nagyon jó kisfiú, rendes kis testvér illetve nagy testvér. Köszönöm szépen, hogy végighallgattad a történetemet, és hogyha babát vársz, akkor hajrá, te is meg tudod csinálni, ügyes leszel, kitartást. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!